A cégvezetők egészen a reggeli óráktól kezdve felváltva teniszeztek. 14 páros indult a rangadón, de akadt közülük olyan is, aki sérülése miatt nem tudott játszani az elődöntőben. A legfőbb erény, hogy itt bizalmat épít azok között, az emberek között, akik esetleg az élet más területéről ismerik egymást, hiszen egy sportpályán együtt lenni, együtt szerepelni, az mindig egy kicsit más hangulat, mint amikor fehér asztal mellett feszélyezve érezzük magunkat. Csoportkörökben indultak, és minden csoportból a legjobb két páros jutott tovább. Ez már a 9. Manager Open, amiben 10 regionális verseny lesz. Először Győrben mérkőznek meg a csapatok. Ezeken a versenyeken üzlet, barátság és ismerettségek születnek, és végsősorban az a fő cél, hogy a menedzserek jól érezzék magukat, szabad levegőn legyenek, versenyezzenek, szép díjakat kapjanak és ismerkedjenek. A budapesti döntőt október 5-én rendezik meg, ahol 10 regionális helyszínről 40 pár méri összetudását. A győri versenyt Somogyi Zsolt, a Győrszol ZRT humánpolitikai vezetője és dr. Birta Gábor nyerte.